Beáta vagyok. Eljöttem Marikához, mert szellemet mért, és amikor beléptem, akkor azt mondta, hogy egy olyan nő szelleme van rajtam, aki öngyilkos lett. Abban a pillanatban beugrott nekem, hogy volt egy kolléganőm, évekkel ezelőtt öngyilkos lett, és a mai napig nagyon-nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam rajta segíteni. Beteg volt. Volt vele egy nagyon-nagyon kapcsolatban egy nagyon érdekes történet. Nagyon szerettem a virágokat, neki gyönyörű kertje volt csodaszép virágokkal. Egyik alkalommal elmentem hozzá, és kaptam egy nagyon szép fehér leandert. Boldog voltam, mert előtte soha nem volt ilyen virágom, és mindig nagyon-nagyon szerettem volna. És érdekes, hogy amikor megvolt, amikor megtörtént az öngyilkosság, utána nem tudom pontosan, de egy pár napra rá teljesen elpusztult az addig gyönyörűen virágzó fehér leander. Ma elengedtük a szellemet. Nagyon szeretném, ha megtalálná ő is a helyét. Teljesen természetes, hogy az embert ezek felborzolják. Ma, amikor elengedtük a szellemet, átment az ő megfelelő helyére. Úgy gondolom, én is megnyugodtam, ezt érzem, hogy megnyugodtam. És én nagyon köszönöm Andrásnak, hogy mindenbe segített.